igen, és ez tényleg nem is egy ilyen vidám sztori egyébként. Az első ilyen tévés szereplésem után kezdődött el, ez 2013-ban volt, igen, az első ilyen eurovíziós szereplésem, és akkor még ilyen nagyon kedves üzeneteket kaptam az egyik közösségi médiában tőle, és akkor arról még emlékszem, hogy volt is olyan, amire válaszoltam, de úgy mindenkinek általában igyekeztem válaszolni, és aztán így elkezdett ez így felépülni, szerintem az ő bátorsága is, ahogyan így kapott egy kis bíztatást tőlem, úgy elkezdett felbátorodni, és akkor először ilyen, ahol tudta, hogy nyilvános eseményen megjelenek, vagy bárhol ilyen promóció, vagy akármi, akkor ő odajött, de ezt így be is jelentette előtte, és aztán minden Budapest közeli fellépésemen ott volt, feljött a színpadra, le kellett vinni, akkor már próbáltuk azt, hogy ugye tudtam, hogy néz ki. Nő, férfi? Férfi volt egyébként, és akkor voltak olyan események, ahol nem meg tudtam kérni a biztonságiakat, hogy zárt körül volt, és akkor ne engedjük őt be, ehhez hasonlóak, de elég durván elkezdett ilyenkor dühöngött, és akkor azt úgy kiadta, és nagyon-nagyon durva ilyen hosszú litániákat írt. Aztán volt olyan, hogy a párkapcsolatommal tehát hogy volt neki egy olyan illúzióban ringatta magát, hogy igazából én nekem vannak érzéseim felé. Uh-huh. És hogy én úgy néztem rá, és nem tudom, tehát hogy egy teljes képzavar elkülete volt, és nagyon ijesztő is volt, mert nem csak annyit írt, igen, nem csak úgy írt, hogy szeretlek, meg hello, meg nem tudom, hanem ilyen, mint egy ilyen kicsit az őrült és a zseni határ mesdjéjén mozgott egy kicsit az összes írása. Hát az, hogy én sokáig tiltogattam, meg azért kértem már így tanácsokat, hogy mit lehet csinálni, mert kijött utánam a Szigetre, amikor tudta, hogy rendszeresen kijárok futni, és akkor ott már úgy meg is érintett, meg nem, tehát az már nagyon ijesztő volt. És akkor volt az, hogy így kértem segítséget, mert tudtam, hogy a szakmában azért történtek ennél durvább dolgok is, ahol ilyen fenyegetésekig eljutott a történet. És aztán egyszer az volt, hogy az már a másik közösségi portálon történt, ahol szintén elkezdett írogatni, zaklatott, stb., ahol így megírtam neki, hogy elég volt, nem vagyok kíváncsi a véleményedre, hagyj békén. Ja, és azt is tudta, hogy hol lakom. Jaj. És a kocsimba folyamatosan benézegetett meg így ott állt mellett, olyan is de volt. De rendőrséghez nem fordult? Fordultam, és azt mondták, hogy egészen addig egyébként, amíg nem történik. Amíg nem ölne, tetlegesség, és nem folyik a vérem, addig, bocsánat, hogy ezt így kimondtam. És nem volt egy fiú ismerősöd, aki felajánlotta, hogy figyelj, megbeszéljük vele? Volt egyébként, aki felajánlotta, de nyilván tehát, azért szerettem volna ezt normális úton kezelni, ezt a helyzetet, de arra meg nem volt egyébként lehetőség is. Na és az a lényeg, hogy tehát hogy megmondtam neki azt, hogy állítsa le magát, és azóta hál' Istennek csak nagyon kevés olyan írás van, amiből tudom, hogy az ő, és ezt rögtön tiltom is. Igen. Tehát valószínűleg ez, igen, egyébként akkor volt egy olyan, hogy ki is írtam, hogy őrült rajongóval mit lehet tenni, ilyet soha nem tettem, és azt valószínűleg ő is elolvasta, és jöttek a kommentek, szakmabeliektől egyébként sokan írtak, hogy forduljak XY-hoz, úgyhogy ez egy nagyon hosszú procedúra. Hosszú procedúra volt, és egyébként valahol azért úgy sajnáltam is a dolgot egy ideig, de aztán nagyon-nagyon teher volt számomra ez, és például azon is sokáig gondolkoztam, hogy erről beszéljek-e, mert nem tudom, hogy az például az ő elméjében az pozitívum lesz, vagy negatívum. Tehát most hál' Istennek, hogy így már vége, így már tudok róla, meg merek is róla beszélni. Azért nagyon creepy.